Sziasztok, japán specialisták! A mai videóban japán olimpiai játékokon való részvételéről, híres olimpiai sportolókról és világrekordot jegyző japán sportolókról fogunk beszélni. Sziasztok még egyszer, én Jámbor Aliz vagyok, ti pedig a Japán Specialista Utazási Iroda YouTube csatornáját nézitek, megtaláltok minket amúgy az interneten és az Instagramon is, és vannak amúgy videóink a Facebook oldalunkon is, úgyhogy csekkoljatok bennünket ott is. Ma a tokiói olimpia kapcsán híres japán sportolókról és világrekorderekről fogunk beszélni. Egy olyan téma, ami eddig kimaradt, de nagyon-nagyon fontos, és örülök, hogy előkerült így az olimpia kapcsán, ugyanis gondolom már tudjátok, hogy a nagy cécó ellenére, hogy meg lesz-e tartva az olimpia vagy nem, egy év halasztás után július 23 és augusztus 8-a között Tokióban 2021-ben megrendezésre kerülnek az olimpiai játékok, a paralimpia pedig augusztus 24 és szeptember 5-e között. Voltak tüntetések is, hogy ne legyen olimpia, ne engedjék a sportolókat, ne engedjenek be külföldi nézőket, teljesen egyetértek velük. Ott tartunk jelenleg, illetve ez egy pár héttel ezelőtti adat, hogy a japán lakosságnak a 6,5%-át sikerült eddig beoltani Covid ellen, úgyhogy ha jöhetnétek is Japánba külföldi nézőként, én azt mondanám, hogy ne gyertek, de amúgy nem lehet, megszületett a döntés, hogy külföldi nézőket nem engednek be. Csupán idézőjelben 11.500 sportolót, hivatalos személyeket, újságírókat és hát staffot, aki segíti a sportolókat, 80.000 embert, ami szintén nem kevés. Japánban élők mehetnek el a sportrendezvényekre. A megrendezésre kerülő helyeknek legfeljebb az 50%-át tölthetik be, tehát a lelátók 50%-a fele lehet tele, de maximum eseményenként 10.000 embert fognak elvileg beengedni. Most osztják egy újra a jegyeket, és hát már a megnyitó rendezvényre, a megnyitóra 20.000 nézőt jósolnak, a rendezők szerint annyi biztos nem lesz, de mindegy, én nem tudom, mi lesz itt, de fenntartják a jogot, vagy a lehetőséget, hogyha rosszabbodik a helyzet addig, vagy közben, akkor nézők nélkül tartják meg az eseményeket, de megtartják. Úgyhogy hát hajrá Japán, én remélem, hogy nem lesz fekete napok sorozata, fekete hetek Japán történelmében az, hogy megtartják az olimpiát, és nektek otthonról pedig jó szórakozást kívánok majd az olimpiához, mert addig nem találkozunk, illetve közben már találkozunk, de megnyitóig már nem. Úgyhogy addig, csak hogy egy kicsit képbe kerüljetek, azzal kapcsolatban, hogy Japán mióta van jelen az olimpiai játékokon, és kik voltak eddig a történelem során a leghíresebb japán sportolók, na meg hogy kikre figyeljetek oda most az olimpiai játékok során, lássunk erről egy kis ismertetőt. Azt talán tudjátok, hogy az első modern olimpiai játékokat 1896-ban rendezték meg, Magyarország ekkor már részt vett az olimpiai játékokon, Japán azonban csak 1912-ben csatlakozott, tehát a stockholmi olimpián volt ott először, összesen kemény kettő versenyzővel, ami annak is köszönhető egyébként, hogy főleg annak köszönhető állítólag, hogy a sportolóknak saját költségen kellett megtenniük ezt a hosszú utat, ami ugye nem volt kis pénz, és hát éppen ezért kettő atléta tudta ezt megtenni valahogyan, kettő futóról van szó, az egyikük Mishima Yahiko, a másikuk pedig Kanakuri Shizo. Mishima Yahiko 100, 200 és 400 méteren indult futásban, ebből 100 és 200 méteren már az előfutamban kiesett, 400 méteren bekerült ugyan az elődöntőbe, de nem állt rajthoz, nem indult el. Sokkal érdekesebb a másikuk, Kanakuri Shizo, egyrészt azért, mert ő világrekordot döntött ebben az időben maratoni futásban, hazai pályán, a kvalifikációért induló versenyen, Japánban, maratoni versenyszámban, akkor világrekordot döntött, 2 óra 32 perc 45 másodperccel, bár az is igaz, hogy ez csak 40 km volt, nem a klasszik, hagyományos maratoni táv, de azért világrekorder ilyen szempontból, és ami még érdekes vele kapcsolatban, hogy ő tartja a világrekordot a leglassabb maratoni befutóként is. Mindjárt elmesélem, hogy hogyan, de ő főleg erről híres, illetve hát arról híres, hogy képzeljétek el, ezen az 1912-es stockholmi olimpián nyoma veszett maratoni futás közben. Ez úgy történt, hogy
Hát nagyon-nagyon hosszú az út nyilván Japánból Stockholmba, most már még repülővel is, de akkor meg még pláne 18 napig tartott szegénynek, mire hajóval és a Transzibériai Expresszel egy vonaton eljutott Stockholmba, és 5 napja volt, hogy kipihenje az útnak a fáradalmait. Emellett, tehát így a kaja sem nagyon feküdt neki, és több sportoló is panaszkodott arra, hogy így nagyon-nagyon meleg van. Most egyébként próbáltam utána nézni, egyik oldalon 25 fokot írnak a maraton napjára, másik oldalon 32 fokot. Lényeg a lényeg, valószínűleg akkor régebben még a 25 is nagyon melegnek számított, és amúgy több versenyző is a maratoni táv teljesítése közben kihullott, mert hogy annyira meleg van, így feladták a versenyt. És így volt ezzel Kanakuri Shizo is, aki útközben rosszul lett, elájult, és egy farmer család, egy földműves család látta el, ő hozzájuk került, és aztán amikor egy kicsit így magához tért, meg jobban lett, akkor annyira szégyelt ezt a hibáját, hogy ő kihullott útközben, hogy anélkül, hogy bejelentette volna a rendezők felé, hogy hello, meg vagyok és jól vagyok, mert ugye szégyelte, tehát anélkül hazament Japánba. És a svéd hatóságok pedig több mint 50 évig eltűntek, hitték, úgyhogy nagyon-nagyon vicces az ő története, közben pedig ő hazament Japánba, és a következőt ott ugye kimaradt egy olimpia a világháború miatt 1916-ban, de az 1920-as olimpián indult, de a svéd hatóságok ezt így nem vették észre, vagy nem figyeltek rá, gondolom. És több mint 50 évig eltűnnek hitték, és aztán így rádöbbentek, hogy ja, hello, hát megvan az ember, Japánban él, és már indult több olimpián is, meg aktív sportoló. És 1967-ben megkereste a svéd televízió, hogy az 1912-es olimpia emlékére 55. évfordulója alkalmából nem fejeznie be azt a maratont, amit megkezdett annyi évvel ezelőtt. És hát Kanakuri Shizo azt mondta, hogy hát végül is miért ne? Felpattant, elindult, és befejezte végre a maratont, így ért célba leglassabb maratoni versenyzőként. Összesen 54 év, 8 hónap, 6 nap, 5 óra, 32 perc, 20,3 másodperc kellett neki, hogy befejezze. Hát tényleg egy világrekord, erről van szó, és nagyon aranyosan megjegyezte utána egy interjúban, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, közben megházasodott, született 6 gyereke és 10 unokája, úgyhogy ő Kanakuri Shizo, jegyezzétek meg, mert egyébként a Hakone Ekide nevű váltómaraton egyetemisták számára, ez egy nagyon-nagyon fontos sportesemény itt Japánban, egy kétnapos rendezvény, és ennek az egyik megalapítója, és most az első díj az ő nevét viseli. Japán viszont innentől kezdve 1912-től részt vesz az olimpiai játékokon, 1948-ban a II. Világháborúban való részvétele miatt nem hívták meg, illetve 1980-ban az amerikaiak által szervezett bojkott miatt nem jelent meg Moszkvában, nem vettek részt Moszkvában, de ezen kívül ott voltak, és 1928 óta a téli olimpiai játékokon is ott vannak, 1948 kivételében. 3 olimpiát rendeztek eddig Japánban, ugye most lesz a negyedik. 1964-ben Tokióban tartották a nyári olimpiai játékokat, és ezen kívül 2 téli olimpiai játékokat tartottak meg Japánban, 72-ben Sapporóban, és 1998-ban Naganóban, és ugye 2020-ban lett volna, de végül 2021-ben lesz Tokióban a tokiói olimpia, ami viszont továbbra is a 2020 Tokió nevet viselített, így nem tudom, hogy esetleg egy kifognak-e térni a történelem könyvek biztosan, hogy amúgy ez a 2020-as tokiói olimpia 21-ben volt, de mindegy, talán nem fogják elfelejteni, és ahhoz képest, hogy 1912-ben ennek a keményen két sportolónak nem sikerült célba érnie, megjegyzem egyébként, hogy mi magyarok ezen az olimpián 3 aranyat, 2 ezüstöt és 3 bronzot szereztünk, a legtöbbet vívásban, de amúgy még sportlövészetben, tornában, birkózásban, atlétikában, tehát ahhoz képest, hogy nem sikerült célba érniük 1912-ben, ahhoz képest az idők során a japánok nagyon-nagyon szépen teljesítenek az olimpiákon, és hát egyből mögöttünk jönnek az érem összesítési táblázatban. Na de még vissza egy kicsit az időben. Az első aranyérmet az 1928-as olimpián szerezték, 2 is egyből. Az egyiket úszásban, 200 méter mellúszásban Tsuruta Yoshiyukinak köszönhetik, a másik aranyat pedig atlétikában, férfi hármasugrásban Oda Mikio szerezte. Aztán 1936-ban a berlini olimpián megszületett az első japán női aranyérmes is,
ő is úszásban éleskedett, 200 méter mellúszásban szerzett aranyat, Maehata Hideko, és ezzel beírt magát a japán sportolók történelmébe. És azóta mondom, nagyon-nagyon szépen teljesítenek a japán sportolók. A téli-nyári olimpiai érem összesítésben a 11. helyen állnak Magyarország mögött. Nekünk 498 érmünk van egyébként, a japánoknak pedig 497, 156 arany, 158 ezüst és 183 bronzére. Paralimpiákon viszont jobban teljesítenek nálunk. Magyarország a 32. helyen van 139 éremmel, Japán pedig a 17. helyen 462 éremmel, ami azért ugye elég nagy különbség. Ami még érdekes lehet, hogy melyek azok a versenyszámok, amiben a japánok leginkább jeleskednek az olimpiai játékokon, és amúgy is. Nem tudom, amikor én kicsi voltam idézőjelben, tehát mondjuk a 96-os atlantai olimpián, vagy 2000-ben Sydney-ben, még nem igen emlékszem japán sportolókra, illetve így lehet, hogy már így úszásban, meg judóban biztos ott voltak, mert abban nagyon erősek voltak, de így nincsenek meg nagyon, és utána viszont így tényleg úszásban, tornában, később aztán műkorcsolyában is így felbukkantak, mikor én nagyon sokat néztem még műkorit, akkor sehol se voltak, és így pár éve, vagy most már jó, pár, most már tizenvalahány éve ott is így nagyon-nagyon ott vannak. És amúgy ez látszik azokon a táblázatokon is, hogy melyik sportágakban szerzik a legtöbb érmet. Első helyen van a judó, de abban vezetők, tehát 84 olimpiai éremmel rendelkeznek, 39 arany, 19 ezüst és 26 bronzérmük van. Második helyen van pedig a birkózás, harmadik helyen a torna, negyedik helyen az úszás, és bár itt van egy elég nagy szakadék és ugrás az érmek számában, de ötödik helyen van az atlétika. Téli sportok közül pedig gyorskorcsolyában, síugrásban és műkorcsolyában vannak a toppon a japánok. És ez azért érdekes egyébként, mert ilyen hullámok vannak. A judo az folyamatosan ott volt, és aztán ahhoz jött még a birkózás, ugye ezért itt szerintem van némi átkötés, meg így a szumóval is, hogy ebben miért lehetnek eredményesek. És tornában egyébként például a 64-es tokiói olimpián is nagyon ott voltak már, de aztán ott így eltűntek. És akkor mostanában, hát idézőben mostanában mondom, tehát az elmúlt 10-valahány évben vannak ott megint nagyon, és úszásban is jeleskednek, úgyhogy ezekben a sportágakban figyeljetek rájuk most is a tokiói olimpián, illetve még egy dolog, hogy idén először lesz karate is az olimpián, úgyhogy hát valószínűleg ott jeleskedni fognak a japánok, úgyhogy újabb aranyokat, ezüstöket és bronzokat fognak szerintem bezsebelni. Nem hagyjuk el teljesen az olimpiát, de térjünk rá azokra a japán sportolókra, akik valamilyen világrekordot tudhatnak a magukénak. Egy már visszavonult sportolóval kezdenék, aki viszont nagyon fontos az olimpia szempontjából, és hát amúgy meg egy sportlegenda, Yamashita Yasuhiro, judózó. Ő már 1985-ben visszavonult, viszont jelenleg ő a Japán Olimpiai Bizottság elnöke, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is a tagja. Tehát amint mondtam, ő már 1985-ben visszavonult, és amúgy 1977-ben figyeltek fel rá igazán, amikor 19 évesen úgy nyerte meg az országos japán judó bajnokságot, hogy ő volt a legfiatalabb judózó, akinek ez eddig sikerült, és súly megkötés nélküli csoportban, tehát súlycsoporttól függetlenül sikerült aranyat szereznie, ez nagyon-nagyon nagy szó, és innentől kezdve folyamatosan nyert. Tehát 1977-től 1985-ig, amíg visszavonult, 203 győzelme volt zsinórban, bár befigyelt ott 7 döntetlen is, de azért az nem túl sok, és ezzel Guinness rekordot tart, tehát ez az ő világrekordja, 203 győzelem zsinórban, és amúgy van 4 világbajnoki aranyérme is, 3 nehéz súlyban, és 1 aranya pedig súlymegkötés nélkül, és 1984-ben a Los Angeles-i olimpián aranyérmet szerzett, szintén abszolút súlycsoportban. Lehet, hogy meglepődtetek, hogy mondtam, az 1912-es olimpián a két versenyző futás versenyszámban indult, és hogy aztán a legeredményesebb versenyszámok között csak az 5. helyen szerepel az atlétika, de az is azért meglehetősen kevés, vagy sokkal kevesebb éremmel, mint a többi sportág, és hát akkor hová lettek a japán futók? Ne aggódjatok, megvannak!
De rövid távon nincsenek annyira jelen, hosszú táv a japán futóké, és az egészen hosszú távok, tehát a 20 km maratoni futás, meg az ultramaratonok, 100 km, ha ezen a részlegen nézegettek, akkor találkozhattok japánokkal, és innen említenék nektek három világrekordert is. Az első Suzuki Yusuke, jelenleg 33 éves, ő 20 km gyaloglásban szerzett rekordot 2015-ben, 1 óra 16 perc 36 másodperccel, és amúgy 2019-ben a Dohai VB-n 50 km-en is aranyat szerzett. Őre figyeljetek oda, mert most ott lesz az olimpián is. Ultramaratonban 100 km-en a férfi és a női világrekorder is japán, gratulálunk. Kazami Nao a Sarama Ultramaratonon 2018-ban szerzett aranyérmet, és tart ezzel világrekordot 6 óra 9 perc 14 másodperce. A nők között pedig Abe Tomoe szerzett aranyérmet, szintén a Sarama Ultramaratonon, de már korábban 2000-ben 100 km-en, és ő tartja a világrekordot 6 óra 33 perc 11 másodperccel. Ha szeretitek az úszást és figyelemmel követitek az úszó VB-ket, akkor már bizonyára feltűnt, hogy egyre több japán áll rajthoz, és egyre több japán áll aztán a dobogón is, és közülük egyet emelnék ki, egy férfit, Seto Daiját, úszót, aki most 27 éves, akinek van egy olimpiai bronzérme, és 4 VB aranyérme is, és mi magyarok pedig azért emlékezzetünk rá, mert amikor híres lett, amikor felfigyeltek rá, a 2012-es rövidpályás úszó VB-n, 400 méter vegyes úszásban megverte Cselacit és Verasztó Dániel, de Cselacit azt egy másodperccel, vagy másfél másodperccel, és akkor nagyon haragudhattunk rá, hogy úristen, ki ez a csávó, és elvette az aranyunkat, és ő azóta van igazán a színen, és aztán világbajnoki aranyérmet nyert 2013-ban, Barcelonában 400 méter vegyesen, ugyanebben a versenyszámban 2015-ben, Kazánban, 2019-ben, Kwangju-ban, és ugyanitt 200 méter vegyes úszásban is. Az olimpiai bronzérmét pedig az utolsó 2016-os Riói olimpián szerezte 400 méter vegyes úszásban, tehát láthatjátok, hogy a vegyes úszás az ő versenyszáma, ezen kívül még a pillangó is, és világrekordot is ebben a két versenyszámban tart, de rövid pályán, tehát őnek ilyen rövid pályás rekordjai vannak. Az egyiket 2018-ban a Changzhou-i rövidpályás VB-n szerezte, 200 méter pillangó úszásban, 1 perc 48 másodperce 24 századdal ért célba. A másik rekordját pedig a 2019-es Nemzetközi Úszóligán Los Angelesben szerezte, itt is rövid pályán, 400 méter vegyes úszásban, 3 perc, 54 másodperc, 81 századdal. Térjünk rá a birkózókra, hiszen mondtam, hogy Japán a judó mellett birkózásban is nagyon erős, és ami érdekes, hogy a két világrekorder ebben a sportágban, akit most mondani fogok nektek, nem férfi, hanem nő, ennek én így külön örülök, és itt Japánban egyébként a birkózás királynőiként, és a legerősebb nőként, és ilyen címekkel illetik őket. Az egyikük Yoshida Saori, a másikuk pedig Icho Kaori, és azért érdekesek ők még külön, mert szinte egy időben tűntek fel, és folyamatosan, párhuzamosan egymás mellett szereztek aranyérmeket, csak az egyikük főképp a legtöbb sikerét 55 kg-os, a másikuk pedig 63 kg-os súlycsoportban. Így együtt voltak jelen mindig. Az első, tehát az 55 kg-os súlycsoportban kiemelkedő birkózó, ő Yoshida Saori, akinek az édesapja is birkózó, bárcsak én országos bajnok birkózó, Yoshida Eikatsu volt, de tehát az édesapja is birkózott, amúgy edző is volt, és a két bátyja is birkózott, és így kezdett el már 3 évesen birkózni Yoshida Saori, és a felnőttek között 2002-ben kezdett el versenyezni, először 59 kg-os súlycsoportban, de még ebben az évben áttért az 55 kg-osok közé, és a legtöbb sikerét ebben a súlycsoportban szerezte, már ebben az évben 2002-ben aranyat szerzett a VB-n, és aztán innentől kezdve zsinórban 13 világbajnokságon szerzett aranyérmet, az utolsó kettőn már 53 kg-os kategóriában, de egészen addig az 55 kilósok között, és 3 olimpiai aranyérmet is magának tudhat, az elsőt 2004-ben Athénban szerezte, aztán 2008-ban Pekingben, majd pedig 2012-ben Londonban is, és 119
győzelme volt zsinórban 2001 és 2008 között. A karrierje során háromszor kapott ki, de ebből kettő nem volt igazán nagy vereség. Egyetlen egyszer kapott ki nemzetközi versenyen, ami egyet komolynak mondható vereség volt, a 2016-os Riói olimpián Helen Marillis-től szenvedett vereséget, és erre ráment az olimpiai aranya, itt idézőjelben csak ezüstérmes lett, de hát van neki három aranya, egy ezüstje, mondom 13 világbajnoki aranya, és amúgy 4 ázsiai játékon is aranyérmet szerzett, ezzel a legtöbb érmet magának tudható birkózó a világtörténelemben, és ezzel világrekordot tart, bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Viszont a 2016-os veresége óta egyre kevesebbet volt jelen sportrendezvényeken, és visszavonult, ekkor még nem hivatalosan, hanem inkább csak segédkezett a háttérben, edzősködött, és aztán 2019-ben a Twitteren jelentette be a visszavonulását, úgyhogy őt már nem láthatjátok a tokiói olimpián, de Icho Kaori, a másik híres birkózónő ott lesz. Ő ugyanilyen hihetetlen eredményeket tudhat magáénak, csak főleg a 63 kg-os súlycsoportban. 2001-ben tűnt fel a felnőtt versenyzők között, és 2002-ben a Püszáni Ázsia játékokon ezüstérmet szerzett ugyan, de a VB-n már aranyat a 63 kg-osok között, és innentől kezdve folyamatosan győz. Tehát ő 2002-től 10 világbajnoki aranyérmet tudhat magáénak, az utolsó kettőt 2014-ben és 2015-ben már az 58 kg-osok között tudta magáinak, de amúgy a 63 kg-os súlycsoportban, és az első olimpiai aranyát 2004-ben Athénban szerezte, utána 2008-ban Pekingben, 2012-ben Londonban, és 2016-ban Rióban, itt is már 58 kg-os súlycsoportban, de aranyat szerzett, és ezzel beírta magát a világrekorderek közé, ugyanis ő lett az első olyan nő, aki 4 folytatólagos olimpián is aranyérmet tudott szerezni ugyanabban a sportágban. Mindemellett 2003-tól 2016-ig veretlen volt, de 2014-től úgy, hogy még pontot sem veszített, és így 189 győzelme volt zsinórban. Aztán 2016-ban az Ivani Argin arany Grand Prix-n egy mongol versenyző Pürevdorji Orkon győzött ellene, és ezzel megtört ez a sikersorozat, ebből nem lett világrekord, de hát azért hihetetlen még így is, amit Icho Kaori véghez vitt, és ő ott lesz most a tokiói olimpián, úgyhogy készüljetek birkózásban. Beszéltem nektek arról, hogy a japánok nagyon erősek tornában is, és még egy tornást sem mondtam, hát most itt van Uchimura Kohei szertornász, akire hát szerintem a 2012-es londoni olimpián figyelhettetek fel, hogyha szeretitek a tornát, és követitek a torna eseményeket. Ő akkor ott aranyérmet szerzett egyéni összetettben, és ekkor már őt kikiáltották minden idők legnagyobb, vagy egyik legnagyobb tornászának, és ez csak megerősítette akkor, amikor a 2016-os Riói olimpián is aranyat szerzett egyéni összetetben. Ezzel 44 után az első tornász lett, aki 2 folytatólagos olimpián is aranyat tudott szerezni, ez nagyon-nagyon nagy szó, tehát nagyon-nagyon nagy váltás van a tornászok között, és amúgy 3 olimpiai aranya, 4 ezüstje van, 19 világbajnoki érme, 10 arany, 4 ezüst és 5 bronz, ugye egyéniben, külön versenyszámokban is, és csapatban is ez is benne van, viszont egyéni összetetben is van 2 olimpiai aranya, amit már mondtam, és 6 világbajnoki aranya, tehát összesen 8 olyan aranyérme van világrendezvényeken, világot összefogó sporteseményeken, amiket egyéni összetetben szerzett, és ezzel egyedülálló a sporttörténelemben, ezzel írta be magát a világrekorderek közé. 2017-ben viszont sajnos bokasérülést szenvedett, és azóta már egyre kevesebb sikert tudott elérni, és ott lesz ugyan a 2020-as, 21-es, már én nekem is ki kell javítani magamat, tokiói olimpián, de főleg a korlátra fog koncentrálni, tehát így mondta is, hogy őtőle már egyéni összetett aranyat ne várjunk, de azért már nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy idén hogyan fog teljesíteni. Végezetül Kunieta Shingo kerekesszékes teniszezőt szeretném nektek bemutatni, aki egy világrekorder sportoló Japánban, és amúgy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon népszerű, és én nagyon örülök, hogy kerekesszékesként is ilyen népszerű tud lenni, mert amúgy itt is alul reprezentálják a mozgáskorlátozottaknak a sportjait, tehát így tévében nem nagyon mutatják.
De őt azért legalább így a híradóban meg szokták említeni, de hát ő tényleg iszonyú sikeres és nagyon-nagyon népszerű. És hát amúgy még visszatérve, teniszben is elég erős Japán. Az első érmeit 1920-ban az olimpián is teniszből szereztek, akkor még ugyancsak 2 ezüstöt, de azért mindig ott voltak szerintem a japán teniszezők, és kerekes-székes teniszezők közül pedig mondom Kunieda Shinko az, aki nagyon-nagyon híres. 9 éves korában tumort diagnosztizáltak a gerincében, és akkor lebénult az alsóteste, és 12 éves korában az édesanyja buzdítására kezdett el teniszezni. 2004-ben figyeltek fel rá, vagy akkor lett világhírű, amikor a 2004-es athéni olimpián párosban ekkor még aranyérmet szerzett, és aztán 2008-ban a pekingi, majd pedig 2012-ben a londoni olimpián egyesben is aranyérmet tudott szerezni, és ezzel az első és egyetlen paralimpikon lett, aki zsinórban, vagy egyáltalán 2 aranyérmet is magáénak tudhat a paralimpikonok között. Ebben is világrekordot tart, de a másik világrekordja az az, hogy ő neki van a legtöbb győzelme a Grand Slam tornákon, kerekesszékes teniszezők között. 2006-tól 2020-ig 45 győzelmet, 24 egyes és 21 páros győzelmet tudhat magáénak, és ezzel abszolút világrekorder, és amúgy ott lesz most is a paralimpián, úgyhogy ha ezt is esetleg még figyelemmel tudjátok kísérni, akkor nézzétek meg őt. Ennyi volt már a japán specialista, remélem, hogy egy kicsit képbe kerültetek japán sporttörténelmével, olimpiai történelmével és a japán sportolókkal kapcsolatban. Úgyhogy tudom, hogy ilyenkor mindenkit eláraszt a hazaszeretet, és ilyenkor én is persze magyar sportolóknak drukkolok, de egy kicsit azért szorítsatok helyet a szívetekben a japán sportolóknak is, főleg az olyan sportágakban, ahol nem vagyunk mi ott. Úgyhogy figyeljetek rájuk, és aztán majd megbeszéljük az augusztusi adásban, hogyha olyan videó van, hogy szóvá lehet tenni, hogy hogyan állnak a japánok. Meg itt kommenteljetek is, hogy jó, láttuk, ott volt, nyert valamit, vagy nem nyert, hogy úgy, de rávert a magyarokra. És amit én még nagyon várok amúgy, az a vízilabda. Nem tudom, hogy a japánok meg a magyarok fognak egymással játszani, de én nagyon várom, mert amúgy vízilabdában is egyre erősebbek a japánok, és a riói olimpián, de kikaptak tőlünk, de azért én kíváncsian várom, hogy idén mit fognak alakítani. Úgyhogy ennyi volt már a japán specialista, hogyha tetszett az adás, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és kövessétek továbbra is a japán specialista utazási irodát az interneten, a Facebookon és az Instagramon is. Dzsáne!